Nem folyik víz a csapból? Nem forog a vízmérő számkereke, vagy szilánkosra tört a vízmérő óra üvegje? Ezek a jelek télen leggyakrabban az elfagyott vízhálózatra utalnak. A Nyírségvíz ZRT-hez a tavalyi évben több mint 200 ilyen esetet jelentettek, ami a szakemberek szerint megelőzhető lenne, ha a felhasználók még a fagyok beállta előtt téliesítenék a vízhálózatot. A Nyírségvíz szakembere azt mondta, egy elfagyott vízmérő óra cseréje megközelítőleg 30 ezer forintba kerül, és ez a költség a többszörösére is nőhet, ha a vízhálózat csövei is elfagytak, és jelentős mennyiségű víz folyt el. A tavalyi évben összességében 250 fagyott vízmérő óránk volt, de volt olyan év, nem tudom hány évvel ezelőtt volt, amikor februárban két hétig ilyen mínusz 20 fokok voltak, akkor ez többszöröződött. Itt a kár egyrészt ugye abban az esetben, hogyha a vízmérőre fagy el, azt cserélni kell, mert egyébként ugye nem hatályos vízmérőként nem működhet. Ez per pillanat közel 30 ezer forint, 29.600 forint egy órának a cseréje. Itt ugye a munkadíj, maga a vízórának az ára, a kiszállás költségé vannak ebben elszámolva. Abban az esetben, hogyha ugye az ingatlanon belül is elfagy, és ott fog először elfagyni nagy valószínűséggel, akkor az a víz mennyiség, ami ott elfolyt, azt is a felhasználónak kell a hatályos jogszabályok értelmébe kifizetni. Tormási Géza hozzátette, mindegy, hogy mennyi víz folyt el, a Nyírségvíz ZRT-nek nem áll módjában elengedni az elfolyt víz miatti számlákat, ezért érdemes körültekintően téliesíteni a kerti csapokat, vikkent házak aknáit. A téliesítés elhanyagolása miatt tehát három különböző problémával szembesülhetünk. A tönkrement vízórák költséges cseréje mellett, az esetlegesen tönkrement csövek cseréjével, valamint az elfolyt vízmennyiség utáni csekkekkel. Ennél jóval olcsóbb megoldás a szakember szerint, ha megfelelően szigeteljük az aknafedőt és leengedjük a vizet a rendszerből. Amennyiben van olyan ingatlan, amit téli időszakban nem laknak, akkor célszerű az ingatlant visszarendíteni. Ennek a metodikája pedig az, hogy a vízor előtti elzáró szerelvényt elzárja a tisztelt felhasználó. A lakásban lévő csapokat kinyitja, ha van kerti csapja, azt is kinyitja, majd utána vagy az aknában van egy szerelvény, egy leürítő szerelvény, vagy pedig a kerti csapnak a facsapját ütközésig nyitja, és így leürül a hálózat. A Nyírségvíz ZRT honlapján is megtekinthető videó lépésről lépésre mutatja be, hogyan tanácsos szigetelni az aknafedőt hungarocellel, és amint arra Tormási Géza is felhívta a figyelmet, a vízmérő órát nem érdemes ruhaneművel vagy más textillel körbetekerni, mivel az könnyen átnedvesedhet. A szakember hozzátette, ha valaki elfagyást tapasztalt a vízműszolgáltatásban, telefonon mielőbb értesítse a Nyírségvíz ZRT munkatársait.